Benne járunk az éjszaka kellős közepében. Az alkony már messze, a hajnal meg még sehol. A balkáni gerle magasan a föld fölött éjszakázik. Ilyen tájt eléggé lehűl a levegő. Hűvösnek hűvös van, de annyira azért nem, hogy a tücskök abba hagyják a muzsikát. Elhallgatva ezt a tücsökzenét, az ember már-már elhiszi, hogy teljesít a nyugalom. De ez csak a látszat. Megjött a nyest. A fő bajkeverő. Okos állat ez. Tudja, hogy nyár elején a madarak még javában költenek. A szeme élesebb, vagy az óra, nem tudom, de ha egyszer szagot fogott, akkor úgy megy, mintha húznák. Egy nyest ölni tudna egy tojásért. Ha rajta múlna, egybe lenyelni az egész fészek aljat. Csak hogy most nem lehet. Belvárosi nyestek első számú túlélési szabálya: óvakodj az autóktól. A Budapesten élő 250 nyestre több százezer autó esik. Ám előbbiek szerencsére tisztában vannak az erőviszonyokkal. Ennek köszönhetik fennmaradásukat. Mások viszont, mintha egyenesen rajonganának a négykerekű csodákért. Mi van, cimbora? Nem látsz a szemettől? Ez itt Budapest. Itt a sofőrt nagyon nem érdekli, hogy látás helyett inkább a szaglásodra hagyatkozol, vagy hogy a sűn védett állat. Itt nem véd a tüskéd. Tudom, hogy nem látod, azért mondom, hogy ez itt Budapest. Hallod, cimbora? Budapest! Mindjárt hajnalodik. Az éjszakai állatok lassan elbújnak, mert jön a váltás. Nem kell hozzá sok, és itt a nappali műszak. Na, mit mondtam? Házmesterünk, a puskás. Minden reggel, mint az óramű, kaput nyit, seper. Közben mindent lát és mindent hall. Testen az emberek túl gyorsan mozognak ahhoz, hogy ezt megértsék. Nem könnyű a helyzetünk, hidd el. Ebben a hatalmas zajban, morajban, reklámoktól bombázva odafigyelni valami másra, az tényleg nem egyszerű. Pedig bármikor változtathatunk az életünkön, és vehetünk egy 180 fokos fordulatot. Akár melyik pillanatban átváltozhatunk egyszerű járókelőből természetjáró járókelővé. És miért ne legyen ez a pillanat mondjuk éppen most? Látod? Megváltoztam. Nem fáj. Ugyanúgy nézek ki, mint ő meg ő. Azzal a különbséggel,
hogy én már más szemmel nézem a világot, egészen más szemmel. Úgy döntöttem, hogy észreveszem a mikrobiológiát, észreveszem a galambokat, amiket eddig nem is vettem észre, hogy vannak ebben a városban. És ez boldogsággal tölti az embert, hogy látja a világot. Például láttam itt a katica bogarat, ami együtt él velünk, és eddig nem is vettem észre. Hát úgy? Ez a csodálatos az egészbe. Menjünk tovább! Korán reggel vadvilágnak nyoma sincs. Budapest ilyenkor az embereké. Csak ez a kutya tudja, miről beszélek ennyit. Efé, ha tudna beszélni, elmondaná, hogy hol, mikor, milyen állat ment és merre. Egér nyest, mindent tud az éjszakáról. Jó napot! Adj Isten, János! Isten, megjöttek, János? Pedig vannak Budapesten nappali állatok szép mennyiségben. Ha teszem azt, valaki úgy dönt, hogy meg akarja lesni ezeket, akkor azt javaslom, maradjon otthon, és legfőképpen csendben. Újságot ne felejtse már leadni! Tiszta udvar, rendes ház eleje. Azt kell figyelj! Ugatás, vonítás lesz-e? Jó. Betörőnek, házmesternek ajtót nyitunk-e? Na, figyelj! A fotelben nem ülünk be, ugye? Oké. Jó. Jó kutya. Szavasz. Minden állat közül az egyik legokosabb a kutya. Ne félj, ez pontosan tudja, hogy mit akar tőle a gazdája, de azt is tudja, hogy nem akarhatja ő azt komolyan. Elnyúlik, aztán élvezi az összkomfortot. Van itt minden, ami az élethez kell. A vezetékes víz úgy jön a falból, hogy alig bírod elzárni. Itt kérek télen-nyáron egyenletes, szigorúan 20 fok feletti hőmérséklet uralkodik, a páratartalom állandóan magas. Ja, és mindig van valami kaja maradék is. Egy ilyen kis pesti lakás annyira jó, hogy az emberek boldogan szurkolják le érte a milliókat egy összegben, csak hogy beköltözhessenek. Tudod amúgy, hogy hol van ilyen klíma? A szubtrópusokon. Én mondom, egy ilyen kis pesti lakás maga a földi paradicsom. És ezt nem csak az emberek tudják. Például a kokáért itt van ez a lakás. Hivatalosan Összvisz egy bejelentett lakója van. Na de ki hisz a hivatalos nyilvántartásokban? Ez kell ide! Ez már egy rendes lajstrom. Hivatalosnak nem hivatalos, de annyi lejön belőle, hogy mennyien potyázzák el a közös költséget. Hát elég sokan. Itt van elsőként mindjárt a levéltetű. A levéltetű kicsi állat. Testhossza kifejlett állapotban sem haladja meg a 3 mm-t. Emberre nem veszélyes, torokra ritkán támad, mondhatnám, hogy ártalmatlan, de a sarokban áldogáló szobanövény egészen biztosan tiltakozna. A levéltetű okos állat szívókájából oda szúr, ahová kell. Egyenesen bele az edény alába, amin keresztül a növény a leveleiben megtermelt cukrot szállítja más testájakra. Pontosabban csak szállítaná. Meg kell mondjam, az evésen kívül egy dolog izgatja őket, és ez a faj fenntartás.
olyan szaporák, hogyha korlátlan mennyiségben állna rendelkezésre eleség, egy tetőanya néhány nap alatt elborítaná a földet a kölykeivel. Na, már csak ezek hiányoztak. Hangyák. A szemtelenebb fajtából. Ez amúgy jövevényfaj. Kis-Ázsiából hurcolták be dísznövények földjével együtt. Most meg lassan már lépni se lehet tőlük. Hamar rájöttek, hogy ha kedvesen cirógatják a levéltetvek potrohát, akkor mézharmad formájában azért nekik is csúran cseppen valami a háncsnedvekből. Jutalékrendszerben működik itt minden. Hangyájéknál minden út a falban vezet. Idebent akkora a sötét, hogy azt már szinte vágni lehet, úgyhogy szagösvények alapján megy a tájékozódás. Öreg téglafalban annyi a rés meg a repedés, hogy a hangya kolóniák több lakáson átnyúlnak, de olyan is előfordul, hogy egész emeleteket hálóznak be. Ha kevés a járat, bővítenek. A hangyák nagyon okosak. Kivárják, mikor nincs ember a háznál, akkor aztán előjönnek a falból és visznek mindent, ami mozdítható. Ha már a potyázóknál tartunk, vannak ezek annyian. Poratkák például. Ezeket ismerem. Olyan kicsik, hogy csak közelről lehet látni belőlük valamit. A poratka nem pörgős fajta. Inkább az az otthon ülős, tudod. Szőnyekben, kanapéhúzatban él, kedvencei a friss szaru és hámdarabkák, amik az emberekről hullanak le alvás meg tévézés közben. A poratka szépen csendben el van. Olyan rendes, hogy az ember szinte már örül neki. A ruhamoly, az persze már egy egészen más kategória. Az a mendemonda járja róla, hogy sutyiban pusztít. Hogy addig eszi a gyapjút, amíg van, és hogy pulóver, kabát egyre megy nála, utána minden mehet a kukába. És a pletyka sajnos az utolsó szóig igaz. Már önmagában a lárva is elég isten csapása volna, csak hogy a molynak van egy szárnyas alakja is. Ez viszi a bajt szekrényről szekrényre. Tetvek, hangyák, atkák, molyok. Van egyáltalán olyan zuga ennek a lakásnak, ahol nem mocorogna valami? Erre a kérdésre csak a könyvekben találsz választ. Mint egy nyomtatott betű, akkora a könyv skorpió. Ha nagyot terpeszt az ólóival, átfog akár egy egész sor közt is. Azokat a tetveket és atkákat eszi, amik a papírt és a könyvkötéshez használt enyvedésmáják. A könyv skorpió a világirodalom remekeinek elszánt őrzője. Milyen kár, hogy ilyen hősök csak a könyvek lapjain léteznek. A puskás már megint kering. Havonta új gumicsizma kell neki. Annyit megy. János! János, volna itt egy levél. Hogy látszik, nincs itthon senki.
Na mindegy, ide hagyom. Pesten nem árt rendesen kulcsra zárni az ajtót. Szerelhetsz fel több zárat is, mert ebben a városban sok a besúranó. Az igazi profiknak persze mindegy, azok így is úgy is bejönnek. A jószág neve Légyölő Pókszázlábú. A névadókkal kicsit elszaladt az értaló, mert egyrészt legyet nem nagyon eszik, másrészt összvisz 30 lába van. Ahhoz viszont ennyi is elég, hogy oda másszon fel, ahová akar. Ha prédát érez, rákapcsol, mint az őrült rohan össze-vissza, megállni is alig bír. Aztán rájön, hogy a muslicát lesből kell elcsípni. Okosan átmegy takarásba, és onnan támad. Apró falat egy légyölő pókszázlábúnak, de előételnek is megteszi. A muslica tudományosabban gyümölcslégy vagy drozofila, na de ne váltsunk latinra, mert azt a holtak beszélik, szóval nagyon szapora. Egy nőstény egy nap alatt 100 petét is lerak, és ha van elég udvarló, akkor 4 héten át képes ezt csinálni egyfolytában. Hát udvarló az van bőven, bár ezt nálunk a kerületben nem udvarlásnak hívják. Ha összeadom a számokat, az jön ki, hogy ebben a látszatra üres lakásban több mint 5000 élőlény él. Plusz még a kockás húslégy persze. Na és ott van még a kutya. Egy csúcsragadozó. A vörös vércse vérbeli pesti. Megvan a maga kedvenc kiülős helye, ahol szusszonhat egyet anélkül, hogy akár csak egy pillanatra is szem előtt évesztené szép fővárosunkat. Még ha sokaknak ez nem is tetszik, életünk 1000 szálon keresztül kötődik a vadvilághoz. Az állatok, a növények, az apró csúszómászók lépten nyomonhatnak az életünkre. Erre az idényre. Egyetlen perc van hátra a hosszabbításból. Bieri Hezler. Hát ez nem a Sampdoria napja volt. Amauri egymaga. Na. Ként Oliveira. Na. Vajarella. Delvecchio egyelőre háttal. Fogja fordulni. Megint Forini az, aki... Amauri. Amauri egymaga. Falcone. Egy nagyon-nagyon harcos csapatot hozott össze Guidolin. Elnézést, nem látta a vörös vércsét? Hol? Itt szokott repülni, van neki 2 fiókája, és most nem látom, nem. Ma most egész nap már figyeltem, és nem. Ma még nem volt erre. Nem láttam. Nem? Ma nem szokta nézni? Nem. Szokta? Nem. Legyen szíves! Nem látta véletlenül a vörös vércsét?
Itt kéne látni. Igen, mert itt van, van neki két fiúkája, és ma még nem jelent meg, pedig minden nap itt szokott, ide szokott jönni. Gondoltam, hogy hozzunk neki valami kis húsit, vagy valamit, akkor meg tudja etetni. Átkozott, hát, nem, nem. Ugye? Átkozott. Szia. Nem láttad a vörös vércsét? Ez ki? Tessék? Ki az? Nem ki, hanem mi. Egy vörös vércse itt repült, és nem látom. Nem is figyeltem, mert mondom az őszintét. Inkább így erre voltam, mert odafigyelve, hogy kinek adjam oda a lapjaimat. Hát pedig kéne figyelni. Végre itt van. Már kezdtem aggódni érte. Ezt nem érdeklik a pesti dugók, jön légvonalban. Hogy a papa-e vagy a mama, azt ilyen messziről nem tudom megállapítani. A fiókák már alig várják. Most látom csak, hogy hárman vannak. A szülő próbálja igazságosan elosztani a zsákmányt. Ha nem figyel, akkor a legerősebb fiók a kaparint meg mindent, és a többieknek felkopik az álla. A meghitt családi étkezés. Ismeretlen fogalom a vércséknél. Minden falatért nagy harc megy. Egy-egy zsírosabb cupákért, például a gyík farkáért, végképp ölre mennek. Budapesten több tucat vörös vércsepár fészkel. Mondjuk, hogy a fészek egy kicsit túlzás, keres egy védett zugot, aztán fogja magát és odatolik. Így déltájban már rekkenő meleg tud lenni. Tiszta kánikula. A házak falaiból csak úgy dől a meleg. Estig nem moccan már semmi. Kivéve persze a forgalmat. Hát és Atti, most várunk. Ez van. Ez. Mondhatnák azt, hogy szűk, de ez nem igaz, mert vannak olyan országok, ahol még ennél kisebb területeken is élnek emberek, és nagyon jól el vannak azok is. Hát hogyha csak ezt nézem, hogy mikor fűtesz be egy lakást, mondjuk egy gázégővel. Soha. Vagy karnyújtásra van a teljes könyvtár. Vagy hogyha akarom, akkor ugye bármit meg tudok úgy figyelni, hogy nem kell fölállnom hozzá. Nem azért, mert nem lehet fölállni, mert ha akarnék, akkor föl tudnék állni. Még a himnusznál is. De nincs rá szükség, innen kilátsz. És nagyon-nagyon jó búvóhely, mert a vadak azok nem vesznek téged észre. És ez nagyon fontos dolog. Na nézzük. Vacsora idő van. Most, hogy ég a lámpa, mindjárt kajál majd a pók is. Oszkár, mit csinálsz ott a fotában? Gyere, 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 beszélj. Tisztelt lakókérdés, Pincsőt, hatósági rovarírtás, megjelentő szakemény, megengedni, oké. Okay. Jó. Na. Mi a fene? Ah!
ekkora zsákmányra már megéri rámozdulni. A keresztes pók érzi, mi repült a hálójába. Kis szúnyogokra rá se hederít, de egy zaftos éjjeli lepke, az igen. Azt már megéri bebugyolálni, és úgy jól eláll. De a lepkét ne sajnáld, kapott érzéstelenítőt. Csak halkan. Ez is azon csendben. Soha nem szabad megfelelkezni. Soha nem szabad megfelelkezni a célról. A megfigyelés. Indulnak útra a vadok. Ez itt a mi házunk. Mint minden rendes pesti bérház, ez is egy amolyan átjáróház, aminek megvan a saját külön bejárató háziegere. A háziegér akkor elevenedik meg, amikor mi a másik oldalunkra fordulunk. Ilyenkor övé a kapuaj, övé a gang. Még a lépcsőház is az övé lenne, már ha arra menne. De a lépcsőzésnél van egy jobb megoldás. Megy fölfelé a folyondáron. Egy ilyen 10 centis állatnak ez az 5 emelet olyan, mintha én egy szuszra fellépcsőznék az Empire State Building tetejére. De az egérnek ez sem szegi a kedvét. Csak mászik, mászik, és meg sem áll egészen a padlásig. Ez a ház már megvan, vagy 100 éves. Na most a padláson pont ennyi ideje nem söpört senki. Több únyi vastagon állít a por, de a háziegeret ez nem érdekli. Annál sokkal, de sokkal sietősebb neki a dolga. Mondjuk egy olyan állat, ami összvisz 2 évet él, az nem is nagyon vesztegetheti az idejét. Amikor az egér megszomjazik, akkor olyan helyeket keres, ahol nagy valószínűséggel talál is vizet. Többé-kevésbé biztos lelőhelynek számítanak a törött cserepek alá rakosgatott laborok. A baj csak az, hogy hetek óta nem esett. A lavor csontszáraz. Most mi lesz? Szegénykém, hiába jöttél? Nincs idő sajnálkozni, peregnek a percek. Az egér, ahogy jött, már megy is. Jól teszi, mert nincs egyedül. Laknak ezen a padláson mások is. Én mindig a nyakomba hordom. Az a legbiztosabb. Ott van a szívem fölött, ott dobog. Kéznél van bármikor. Nincs olyan pillanat, amit én kihagynék. Így mindent látok. Enyém a természet. Na, a bén csavargó. Csak tanult valamit. Újabban a járdán nyomja. Éjszaka. Éjszaka. A kedvenc időszakom. Ilyenkor indul az élet. A pesti pince az egy külön világ. Aki látott akár csak egyet is, az látta mindegyiket. Koszos, poros, dohos itt minden. Pont ez kell nekik. Minél nedvesebb, minél dohosabb a pincénk, annál jobban érzik magukat benne a pincebogarak. A soklemezes hátpajzs és rengeteg lábláttán tanultabbak már mondják, hogy ácsi, ez nem bogár. Hát nem is, hanem rák. Közismertebb nevén a pince ászka. Rákságukból nem maradt más, csak a kopoltyú, és ilyen formán a víz szeretete. Esznek ezek mindent, csak az a lényeg, hogy korhagyjon. Más ászkarákokkal ellentétben szegény, szerencsétlen pince ászka nem tud teljesen összegömbölyödni. Pedig a pesti éjszakában nagy szükség van a páncélra.
Aki bújt, aki nem, itt van a vándorpatkány. Gyors, mint a villám, nem sokat lelkizik. A vándorpatkány nagyon okos állat. Csak bejárt utakon mozog, új falatot épp csak megkóstol. Emiatt nem tudják olyan könnyen megmérgezni a patkányírtók. Pincehászkát viszont úgy tűnik már evett életében. Hűvös pincében jól eláll a zöldséggyümölcs, a régiek is tudták ezt. Ez volt az igazi. Faládában elspájzolni a levesbe valót. Olcsóbb, mint egy hűtő, de van egy hátulütője. Hébe-hóba megesik, hogy a zöldségnek csak úgy lába kél. Na nem úgy hip-hop, csak lassan és szépen, ahogy a csiga csúszik a saláta levélen. Jó napja van ennek a mesztelen csigának. Őről az ereszelő nyelv, darálja befelé a tápot rendesen. Bármekkora is az étvágya, nem bír egy egész salátával. Most, hogy jól lakott, már megy is a csiga hazafelé. Ugyanígy tesz a vándorpatkány is, de a nagy sietségben sem feledkezik meg az elemi óvatossági előírásokról. Nem így a csupasz csiga. Ha megkérdeznéd, miért éppen a magas feszültségű elosztó dobozban akar lepihenni, lefogadom, hogy azt mondaná, pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. Na! Most figyelj, jön a puskás. Se látása, se szaglása, mégis jön, aztán megpróbál eligazodni a lecsötétebb éjszakába. Esik csendesen az eső, már megint esik. Kicsi, megbízható. És két emberes kávét főz. Olyan méreg erős, mint a patkány méreg. Egészségedre. Na már nem fogunk elaludni. Ilyenkor már szökött jönni a bokoly. Késik. Erről beszéltem neked. Ez a macska bogoly. Ráül a kedvenc tetőgerendájára. Aztán öklendezik egy jót.
A friss köpetben egérkoponya virít. Szaklázgatja az egérke, de nem fordul vissza. Annál sokkal szomjasabb a szentem. Ezúttal több szerencséje van, mint a múltkor. Jól esik a friss esővíz abban a nagy mászkálásban. Láttál már bogoly fiókát? Állandóan éhes, etetni kell szakadatlan. Egy aggódó macska bogoly mamó nem szalaszthat el egy ilyen lehetőséget. Alig akar hinni annak a nagy bagoly szemének. Ritka az olyan este, amikor házhoz jön a vacsora. Fiatal még az éjszaka. Csend, nyugalom, sötétség. No, meg áramszünet. Türelem, türelem. Mindjárt motoszkálni kezdenek az éjjeli albérlők. A fürdőszoba a lakás legmelegebb zuga. Nedvességre sem lehet panasz. Mint a pincében, itt is állandóan párás a levegő. Az ezüstös pikkelyke akkora, mint a kis ujjam körme, és penészgombákat eszik. De ne próbálj nevetni rajta. Ez a faj sok millió éves evolúciós múltra tekinthet vissza. Hallgat egyébként a kifejező ősrovar névre is. Attól, mert régi találmány, még szépen halad a korral. Újabban a penészen kívül a tapétaragasztó és a csempefugán élő gombák is ott szerepelnek az étlapján. Primitív pontszemével a pikkelyke nem tartozik a tájékozódás bajnokai közé. Fürgén mozog ez tény, de a rövidke lábai a függőleges csempén könnyen bajba sodorhatják. Egy ősidőkből ránk maradt élő kövület számára ez maga a rémálom. Az ezüstös pikkelyke az elmúlt évmilliók során egyszer sem találkozott akkora szörnyűséggel, mint az a fürdőkád. És a baj soha nem jár egyedül. Nyolc lába van, mégis beesik a kádba. Mi az? A házi zuppók. Ismerted? Szintén a fürdőszoba fogja, de ha már itt van, igyekszik hasznosan eltölteni az időt. Itt is van a vénkoma. Órát lehetne igazítani hozzá, de komolyan. A nyest egyébként is előszeretettel futkorászik az autók alatt. Ilyen esős időben meg aztán különösképpen. Egy pillanat, és már is ott figyel a motorházban. Rajong a kábel szigetelésért és a gyümölcsillatú ablakmosó folyadékért. Pillanatok alatt hazavágja az autót. De a nyest nem csak a motorokért lelkesedik. Van itt más szenvedély is. Imád például kukázni. Ha megrakott kukát lát,
nem teket óriázik. Belemegy fejjel. Azért sose feledkezik bele teljesen a guberálásba. Néha-néha megnézi, hogy tiszta-e a levegő. Ezt nevezem én igazi mindenevőnek. Zöldség, ebédmaradék, szikka, szalámi vég, egyre megy. Jöhet minden. Figyeled, milyen gyorsan eszik? A nyest nagyon okos. Tudja, hogy tilosban jár. És bármikor felbukkanhat valaki. A szerencséje van, nem zavarják meg. Akkor tetőtől talpig átnézi az összes kukát. Igaza is van. Én se szeretem a fél munkát. Bocs, kicsit bebólintottam. Ez valami érdekes. Na megint ez a puskás. Na figyelj, ez jön. Ide jön. Milyen fenn, milyen fenn? Még a szeme se álljon. Ez biztos. Hallgatóink, 6 óra van, és hogy jól induljon a nap, szóljon egy kis sláger!
down. Punishment. Ready. Animal. Animal. Jó. Lipstick. Miért ugrunk neki mindennek, ami él és mozog? Nem tudom. Egy biztos, az élet megy tovább. Vagy ahogy a művelt angol mondja, the show must go on. Jelzése nem reagált, nem állt meg. A rendszámát nem tudtuk leolvasni. A kollégákat már hívtuk. Egyelőre nincsenek itt, de hamarosan itt lesznek. Tovább!